Intézményünk, a Karcagi Kátai Gábor Kórház életében mindig is nagy hangsúlyt fektettünk a hagyományok ápolására, ezért sem feledkezhetünk meg kórházunk névadójáról, Kátai Gábor orvosgyógyszerészről. Megemlékezéssel, illetve Kátai Gábor síremlékének megkoszorúzásával kezdődött a Semmelweis napi megemlékezés. Az anyák megmentőjeként ismert orvosprofesszor fedezte fel azt a fertőtlenítő eljárást, amely során klóros kézfertőtlenítést kell alkalmazni annak érdekében, hogy a szülő édesanyák és újszülött gyermekeik az addiginál jóval nagyobb eséllyel élhessék túl a szülést. Semmelweis Ignác születésének napján arra az orvostudósra emlékezünk, akinek önfeláldozása, kitartó harca a gyermekázi lágy ellen életében nem nyerhette el jutalmát. Tragikus halálát végül az a kórkép, a szepszis okozta, amely ellen egész életében küzdött, és bár a betegség legyőzte őt, de emlékét nem törölhette el. Nincs olyan család, amelynek tagjai között ne lett volna olyan anya, kinek sorsát Semmelweis felismerése és küzdelme ne befolyásolta volna. Az ő munkássága nélkül sokan ma nem lehetnének itt, nem lehetnénk itt. A mai nap a megemlékezés mellett arra is lehetőséget ad, hogy a történelem és a tudomány mérlegére tegyük az ünnepelt alakját, teljesítményét, hatásának, gondolatainak, eszméinek időtállóságát, a mai napig tartó érvényességét. Az igazán nagy alkotók, amikor a társadalom egy-egy problémájára megoldást kerestek, gondolataikat az örök emberi értékek mentén fogalmazták meg. Nem tette ezt másképp Semmelweis Ignác sem, hiszen ő nem a halál ellen, hanem az életért küzdött. Korát megelőző tudományos szemlélete, rendíthetetlen kitartása és megalkuvást nem ismerő hite a mai napig örök példaképül szolgál számunkra. Július 1-e tehát Semmelweis Ignác születésének napja. A megemlékezés mellett 1992 óta minden évben a magyar egészségügy ünnepe is. A mai rendezvényen is így ünnepelni gyűltünk össze. Ünnepelni a magyar egészségügy legfontosabb napján mindazokat, akik a város egészségügyi intézményeiben nap mint nap Semmelweis Ignác szellemisége, elhivatottsága mentén gyakorolják hivatásukat. Semmelweis Ignác kezdő orvosként a bécsi közkórházban kezdett praktizálni. Az akkori egészségügyi előírások még csak nem is hasonlítottak a ma alkalmazott protokollhoz. Így teljesen természetes volt, hogy például boncolás után fertőtlenítés nélkül vezettek le szülést az orvosok. Ez mai ismereteink szerint természetesen az édesanyák tömeges elhalálozásához vezettek. Már Bécsben, majd 1851-től a Pesti Szent Rókus Kórház szülészeti osztályának főorvosaként kimutatta az aszeptikus, fertőzést megelőző eljárások előnyeit a szülészetben és a sebészetben egyaránt. Mind gyakorlatával, mind írásaiban próbálta terjeszteni nézeteit, de sajnos az orvostársadalom nem vett róla tudomást. Semmelweis első megállapítása az volt, hogy a klórmeszes kézmosás megszünteti a kézen a boncolás utáni hullaszagot. Ezt azt hiszem mindannyian láthattuk a filmben is. A későbbi összefüggésre ennek alkalmazása közben jött rá. Ekkoriban a kórokozó baktériumokat még nem ismerték, ám ez nem akadályozta meg a klórt abban, hogy a kézre tavadt baktériumot is megölje. Szinte ismeretlen magyar szülészként szélmalom harcot tudott folytatni a kor tekintélyes és különböző, ma már bizonyítottan téves, elméleteket hirdető szülészeivel szemben. A tisztaságra való törekvés általában ugyan jelen volt, bizonyára tapasztalati alapon, különböző történelmi korok orvoslásában, sebészetében, de akkorban messze nem olyan tudatosan és alaposan, ahogy manapság. A bécsi közkórház szülészeti klinikáján 1847-ben rájött, hogy a gyermekágyi lázat az orvosok és orvostanhallgatók hozták azzal, hogy boncolás után átjártak az egyes számú klinika szülészeti osztályára, és ott fertőtlenítetlen kézzel vizsgálták a várandósokat. A bábák nem végeztek boncolást.
így a vérmérgezés eme speciális fajtája harmadannyi esetben fordult elő a szegényebbeket kiszolgáló kettes számú klinikán, mint az orvosokén. A klórmész oldatos kézmosást Semmelweis antiszeptikumként ajánlotta kollégáinak. Felfedezését még abban az évben közé tette. 1847 májusában kötelezte az orvosokat és az orvostanhallgatókat és az ápoló személyzetet a szülészeti osztályaira történő belépés előtti klórmész oldatos kézmosásra, majd októberben kötelezővé tette az egyes betegek vizsgálata közötti klóros kézmosást is. Nyilván ezt mindannyian tudjuk, mai napig a fertőtlenítés kapcsán, hogy ez könnyékig, körömkefével, ma már nem így, de negyedórás procedúra volt anno annak idején, és ez rendkívül népszerűtlen intézkedésnek tűnt. A statisztikai bizonyítékokat pedig egyszerűen komolytalannak tartották. Így kezdődött és folytatódott szélmalomharca az akkori hivatalos, tudományos világgal, amely a mikroszkóp alkalmazásával, amit ő nem is használt, azzal sem jutott erre egyszerű, empirikus következtetésre. A karcagi Kátai Gábor Kórház igazgató testülete Kátai díjat adományozott dr. Karsai Károly nyugalmazott osztályvezető főorvos részére, megköszönve a kórházért és a betegekért végzett több évtizedes kitartó, lelkiismeretes és magas színvonalú munkáját, amelyet 1976 és 1998 között a szülészet nőgyógyászati osztályon annak vezető főorvosaként és az intézmény megbízott orvosigazgatójaként látott el. A Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestülete a város lakosságának egészségügyi ellátása érdekében végzett kiemelkedő munkájáért, Karcagváros egészségügyi szolgálatáért díjat adományozott dr. Szabó Máriának, a Karcagi Kátai Gábor Kórház csecsemő és gyermekgyógyászati osztály osztályvezető főorvosának, valamint dr. Vas Évának, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Házi Orvosi Intézmény gyermekszakorvosának.